Ez nyilvánvaló, hogy ilyet nem láttunk még rendszerváltás óta, de teljesen nyugodt a lelkiismeretünk, és kicsit mosolyogva állunk ezelőtt a demonstratív lendőri fellépés előtt. A vizsgálat bennünket fog igazolni majd, nem követtünk el semmilyen törvénysértés, semmilyen személyes adatot senkitől nem rögzítettünk. És azt gondoljuk, hogy ez a dolog, ez tulajdonképpen az eddigi munkánknak és tevékenységünknek az egyfajta elismerése. Ez egy civil és pártok által összerakott, nagyon erős és erőteljes kampány, nagyon lendületes, és nagyon sok jó üzenetünk van. Ezek közül van olyan üzenet, amely nyilvánvalóan fáj a regnáló Fidesznek, az például, amikor arról beszélünk, és azt bizonyítjuk be, hogy a Fidesz korrupciós hálózatának a kerületi fenntartása mennyi pénzbe kerül. 5 év alatt csak 500 millió forintot fizettünk ki olyan politikai megrendelésre, megkötött munkákra, megbízásokra és állásokra, amelyeknek a javadalmazottjai azok fideszes helyi politikusok voltak. Ezt a pénzt nem a józsefvárosiakra költötték, ezt például szóvá tettük, és nyilvánvalóan olyan területre tévedtünk, pontosabban olyan területre tértünk, ami a Fidesz számára elviselhetetlen. Az, amit most látunk, meg amit most tapasztalunk, az ennek a következménye. Nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy egy teljesen nyilvánvaló rágalmazásnál a rendőrséget politikai célokra használják fel Magyarországon, de ennek ellenére azt tudom mondani, és azt tudom megerősíteni, hogy törvénysértést nem követtünk el, a vizsgálat bennünket fog igazolni. Hivatalos értesítést a rendőrségtől kapott? Én magam nem kaptam, nem tudom, hogy a kapcsolatba érkezett-e ilyen, szerintem nem. Én úgy tudom, hogy a rendőrök feltűnése az nem volt előre bejelentve. Mi történt bent egyébként? Azt nem tudom, én csak most érkeztem meg. Annyit tudok, hogy szó volt arról, hogy lefoglalják a bent található laptopokat, amelyek közül biztos, hogy van olyan, amely azon a képen például nem látható. És most úgy tudom, hogy kihallgatják a kolléganőmet, a kampányfőnököt, Udvarhelyi Tesszát. Ő elmondta, hogy zajlik ezután az eljárásnak, azután, hogy beidézték a rendőrségre, vagy mit lehet tudni erről? Erről semmit nem tudom, tényleg semmit nem tudok. Tehát körülbelül ugyanannyit tudok, mint önök, és én is várok a hírekre. Eljutott odáig a folyamat, hogy visszalépjen? Hogy én magam visszalépjek soha. Biztosan nem. Tehát nagyon sokat dolgoztunk ebben a kampányban, nagyon hiszünk az igazunkban, és nagyon jó terveink vannak Józsefváros jövőjét illetően. Semmilyen okom sincsen arra, hogy visszalépjek, és a mögöttem álló pártok és civileknek sincsen ilyen oka. A jelölteknek sincsen oka, tiszta, becsületes és lendületes és erős kampányt folytattunk. Nincsen semmi szégyelni valunk ezikben, és nincsen semmi takargatni valunk. Nem követtünk el olyasmit, ami miatt ez bármilyen szempontból is felmerülhetne. Mit tud arról, hogy van olyan, aki szerepelt ezen az ominózus fotón és megkapott idézést a rendőrségre, egy emberről tudunk eddig, mások kaptak ilyet? Nem tudok ilyet. Nem tudok erről. Köszönöm szépen!